Sziasztok, Darabos Évi vagyok. Sok szeretettel köszöntelek titeket ebben a hát kicsit rendkívüli élőadásunkban. Hát én azt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, aki most ebben a szakmában van, úgyhogy abszolút együtt veletek. Ugye hát vannak olyanok, akik, akik még dolgoznak, és még, még, fogadnak vendégeket, vannak, akik már, már otthon vannak, és nem, nem dolgoznak abszolút. És hát azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat megvisel, akármelyik csoportba is tartozunk, hiszen mindannyian érezzük ennek a helyzetnek a komolyságát. Viszont pontosan azért, mert hát szeretnék egy kicsit a figyelmeteket elterelni, egy kicsit a pozitív irányba vinni titeket, ezért jelentkezünk most ezzel az adással. És hát mit is fogunk csinálni? Egy pár díszítést szeretnék nektek megmutatni. Két stílusú díszítéssel készültem nektek mára. Az egyik az ez a típusú lesz, amikor színes háttéren fogunk dolgozni, és ugye a vitrás kollekció fog majd a középpontba kerülni, vitrás kollekciót fogjuk használni. A másik típusú díszítés, ez pedig majd ezek lesznek, ahol egy kicsit a kromport is be fogjuk vonni a játékba, úgyhogy tartsatok velem, és hát akik figyelték a, a, kiírásunkat, ugye a felhívást erre a mostani kis élő, végül is tanfolyamra, ma nevezhetjük tanfolyamnak is, azok már láthatták, hogy van egy kis meglepetés itt a perfect az részéről. A meglepetés pedig az, hogy egy 15%-os kedvezmény kupont fogok most nektek virtuálisan átadni, amit a perfektnéznek a weboldalán fogtok tudni beváltani, tehát 15% kedvezményt fogtok tudni kapni minden Perfect Nézés és termékre. Ez alól kivételt képeznek most a fertőtlenítők és az ilyen munkavédelmi eszközök. És ami még nagyon fontos, hogy ezt a 15% kedvezményt úgy tudjátok majd igénybe venni, hogyha leadtok egy rendelést a webshopban, és ott a legvégén, amikor már a fizetésre készülődtök, akkor talált majd egy kuponkód nevezetű e, kis rublikát, és oda kell beírni ezt, hogy darabos, live 15 így egyben. Jó, hogy kisbetű vagy nagybetű az mindegy, de egyben ezt a kupont kell majd ott beváltanotok, és erre kettő napig lesz lehetőség. Jó, tehát mostantól számítva 48 óra elrendelkezésetekre, tehát március 27 18 óráig. Jó, ezt a kis kuponkódot, ezt itt hagyom alul, megpróbálom úgy elhelyezni, hogy pont még Látszódjon itt mindenhol. Um. Én hát igyekszem majd a, a, kérdéseket is figyelni, de nem mondom, hogy egy kicsit izgulok, mert még ez az ilyen jellegű első élőadásom, hogy együtt vagyok, én kamerázom, úgyhogy ha esetleg valami kis baki lesz, akkor kérlek, hogy nézzétek el nekem. Hogyha van kérdésetek, akkor tegyétek fel. Ha esetleg valamiért nem látom így az élőadás közben, akkor utána mindenképpen fogok rá válaszolni. Úgyhogy ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan kérdezzetek. Jó. Aki megnézte az eseménynek az oldalát, és hát is ment a Perfect a weboldalára, az láthatta azt is, hogy van egy kis lista, hogy milyen uh, anyagokat, eszközöket fogok használni. Ha van kedvedek, akkor csinálhatjátok velem is együtt. hogyha nem, akkor pedig nézzétek meg a videót, és utána uh, ezeknek az eszközöknek, anyagoknak a segítségével tudtok majd ti is dolgozni. Uh, színű tippen fogok dolgozni, és ezt először is meg fogom mattítani, mert uh, föl fogunk festeni majd egy hátteret. Jó? Uh, a mattításhoz a Perfect nails ezt a kis lila színű bufferét fogom használni. Igazából ez teljesen mindegy, hogy milyen buffer, a lényeg az, hogy valamilyen érdesebb buffert használjunk, és ezzel megmattítom. Én még azt is megszoktam tenni, hogy a formáját egy kicsit megigazítom, mert ilyen kis sorják alakulnak ki, amikor gyártják ezeket a tippeket, és én azt szeretem leszedni róla. Jó, leportalanítom, és rögzítem erre a kis ártend penre a tippemet. Nekem valamiért ez vált be, ez a legstabilabb, amikor ezen festek, és egy picit így lenyomkodom alóla ezt a gyúrmaragasztót, hogy ne zavarjon majd a festésben. Jó, a háttérhez a 190-es Candy Babe géllakkot fogom használni, egy ilyen nagyon szép kis világos rózsaszínlag zselé, és ezt ö, szépen vékonyan felviszem a teljes felületre, Jó, természetesen bármilyen hátteret tudtok készíteni, igazából ennél az első tippünknél színes háttéren fogunk dolgozni, az lehet akár egy nút színű, valamilyen világosabb, érdemes inkább világosabb, vagy ilyen közép árnyalatokban gondolkodni, nagyon-nagyon sötétben nem feltétlen, bár akár azon is jól mutathat. Jó, és ezt igazából elég is lesz egy rétegben fölvinnem, beteszem a lámpába, és 30 másodpercet fogom köttetni. Jó, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok és velünk vagytok. Le fogom zárni majd a tippet. Igazából teljesen mindegy, hogy milyen fényzselével. Ez lehet szárazra kötő, lehet fixálós fényzselé, lehet mat, lehet fényes, nincsen jelentősége, mert vissza fogjuk úgy is mattítani. Én most a Speed használom. Azért szeretem ezt a legjobban ilyenkor használni, meg egyébként még esetleg a velvet mattot, mert hogy híg az állaga, és nagyon könnyen, nagyon gyorsan föl tudom kenni. Az Extreme Gloss egy kicsikét sűrűbb, és az ebből a szempontból jó, csak egy picikét problémás, mert ugye a sűrű állaga miatt egy kicsikét lassabban tudok vele haladni. Jó, tehát felviszem ezt a spidenshine a teljes körön felületére. Jó, de sokan vagytok. Ú, de a végén el is kezdek izgulni, hogy ilyen sokan néztek minket élőbe. Jó, bemegy a lámpába, és ezt most csak 30 másodpercig köttetem, pontosan azért, mert nem kell tökéletesen fényesre kössön, hiszen vissza fogjuk majd mattítani. Jó, addig megmutatom azoknak, akik még most csatlakoztak ide hozzánk, hogy ezt a két típusú kis díszítést fogjuk, ebből az egyiket fogjuk egészíteni, technikailag ugyanúgy készül egyébként mind a kettő. Jó, ki is veszem a lámpából, és megmattítom, hiszen mat felületre fogunk festeni. Ami viszont már itt fontos lesz, hogy a mattításhoz én ezt a kék buffert javaslom, vagy legalábbis olyan buffert, ami finom. Jó, tehát itt már nem szabad durva buffert használni, mert egy kicsit megfolyhat, egy kicsit nehezebb lesz rajta festeni. Ez a kék színű buffer ugye 180-as finomságú, vagy akár lehet egyébként a zöldet, a 280-asat is használni, mert minél, minél finomabb lesz a felület, annál könnyebben fogunk tudni rajta díszíteni, annál könnyebben tudjuk húzni rajta majd az ecsetünket. Jó. És ugyanúgy visszarakom a kis tartómra. Jó, szépen visszanyomom rá. És a kis unikornis és kefével portalanítok. Jó. Amire most szükségem lesz, először is a kis szilikonlapocskámat előveszem, és a fehér deluxe gélből veszek ki. Jó, ugye a Deluxe gérről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen hígabb állagú, fixálásmentes festőzselé lesz, és mivel hígabb állagú, ezért nagyon könnyen tudunk majd erre a mat felületre vele festeni, és egy nagyon szép egyenletes felületet fogunk tudni létrehozni. Ebből rakok ki egy picit többet, mert több területen fogjuk majd használni, úgyhogy biztos, hogy egy kicsit több mennyiségre, nagyobb mennyiségre lesz szükségünk. Jó, és az ecsetem az pedig a sort ecset lesz. Jó? Tehát a sort ecsettel fogok most dolgozni. Itt is lehet igazából bármilyen ecsettel, kinek mi a szimpatikus. Én ezt azért szeretem, mert nagyon vékony uh, a kis hegye. Egy kicsikét megtisztítom, hogy semmilyen kis anyagmaradvány nem maradjon benne. Uh, és ez nekem egyébként egy kicsikét már elhasznált ecset, tehát ezt már én uh, uh, kontúrozásra nem annyira szeretem használni, mert már egy kicsit megkopott a vége, viszont erre tökéletes, hogy úgymond ilyen háttereket, alapokat készítsek vele. Oké. Okay. Jó. És azt fogom csinálni, hogy két virágocskát fogok most fölhasználni, hasonlóan, mint a két tippen van, picit más elrendezésben, ez legyen mondjuk átlósan, és kijelölöm, két virágomnak majd a középpontját. Jó, mindig a középpont lesz az első, amit kijelölök és kijelölöm azt is, hogy ez az öt szírom, ez nagyjából hogyan fog elhelyezkedni. Mondjuk itt lesz az egyik, másik, nagyjából hasonló távolságra rendezem előket, és az már csak annyit fogok csinálni, hogy ilyen kicsit hegyes, és széles kis foltokat lefestek. Itt nincsen jelentősége egyébként, hogy pontosan hogyan sikerül, pont az a jó benne, mert igazából majd kontúrozni fogunk, és az fogja a végső formát kiadni. Nem kell nagyon nagy mennyiséget használni belőle. Ezt a kis lapocskát, bocsánat, ha valakinek esetleg nem tudok válaszolni, de majd vissza fogom nézni, mert nem mindig tudom nézni itt a, a folyamatosan a kérdéseket, ezt a Nélár Pad néven fogod megtalálni. Jó? Nélár Ez ilyen kis szilikonos lapocska, kettő darab van egy csomagban, egy ilyen kis virág, meg egy pillangóforma, és ugyanabból az anyagból készült, mint a nagy, tehát ez a háttérben lévő szilikonlap, tehát nagyon könnyen lehet tisztítani, akár meleg vízben is el tudjátok mosni, és Klinzárral is le lehet tisztítani róla az anyagmaradványokat. Jó, tehát folytatom szépen. Én picike, kicsit hegyes szírmocskákat festek, de nem nagyon. Jó, tehát ez most még csak a háttér. Hogyha ez picit tompábra sikerül, az sem baj, mert majd a kontúr fogja megadni a végső formáját. Teljesen összezárom a szírmokat. jó, tehát ez egy egybefüggő háttér lesz. és itt megvan az ötödik is. Hogyha esetleg nem tökéletesen egyforma mindenhol az anyagnak a vastagsága, az sem probléma, mert majd a vitrás kollekciót erre fogjuk rávinni. Jó, tehát ez most azért kell nekünk, hogy a vitrásnak a színei, azok nagyon szépen élénken kijöjjenek. Jó, kicsit még a formát ellenőrzöm, hogy úgy nagyjából egy szimmetrikus ötszírmú virágot kapjak, és egy pár másodpercre beteszem a lámpába. Ez a pár másodperc, ez tényleg csak egy ilyen egy-kettő másodperc. Nincs hang. Jaj, az hogy lehet? Van, aki hal? Vagy senki se hal? Kicsit közelebb hozom a tippet, azt látom. Jó, tehát itt vagyunk most. Visszanézhető lesz, lányok, jó? Tehát, hogyha valamiért esetleg valakinél nem jó a kép, vagy bármi, akkor ez visszanézhető lesz. Jó, van, aki hall, az nagyon jó hír. Jó, akkor aki nem hallott, valószínűleg, hogy nála lesz majd probléma, de mondom, visszanézhető lesz a, a videó, és akkor aki esetleg most nem hallja, az utólag meg tudja nézni és akkor itt van egy kicsit közelebb a tip, jó? Már írtátok, hogy távol van. Jó, így akkor megpróbálom így megtámasztani. Jó. Akkor festünk egy másik virágot, azt ide föntre, és itt is ugyanazt fogom csinálni, hogy öt kis pöttyöcskét leteszek, ahhoz, hogy a virágomat úgy nagyjából szimmetrikusra tudjam majd festeni. Jó, és ilyen kis picit hegyes, de inkább ilyen széles kis szírmocskákat festek, és ezeket ki is töltöm. Nagyon cukik vagytok, hogy visszajeleztek, köszönöm szépen. Jó, itt is egy kicsit ilyen kis hegyesebb formácskát. De látjátok, itt például